A kisebb görög szigetek a magyarok új kedvencei, ahogy ezen a videón is látszik, számos kincset rejtenek. Erről számolt be híradónknak az egyik győri utazási iroda ügyvezetője is, aki szerint minden idők egyik legjobb szezonja lehet a 2024-es. Az előfoglalási kedv az nagyon, nagyon erős volt, tehát gyakorlatilag tavaly szeptember-október óta márciusig egy nagyon-nagyon erős előfoglalási időszak következett be. Ennek nagyon örülnek az utazás szervezők is, tudnak előre tervezni a kapacitásokkal. Rengeteg Görög-szigetre közvetlen járat, charterjárat tud indulni ennek köszönhetően, tehát kisebb szigetekre is, mint Prevezói járat például, charterjárat elindult, innen könnyen megközelíthető Lefkada, Párga, ami eddig inkább autóbuszos úti célja volt, akkor a klasszikus Görög-szigetek, Kréta, Rodosz, és akkor ezeken többféle verzióban, több repülési nappal, illetve Kárpátosz, szintén kisebb sziget, tehát elérhető váltak olyan kisebb görög szigetek is, amik eddig esetleg nem voltak a kínálatban. A spanyol tengerpart továbbra is dübörög. Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga és Sevilla csak néhány a kedvelt spanyol célok közül, de a portugál óceánpart is népszerű, ahogy törökországi all-inclusive szállodák is. Mondjuk egy klasszikus charteres repülős út esetén 3-4 csillag félpanziós út körülbelül fejenként 350 ezer forint körül elérhető. Törökország esetében all-inclusive-val nagyságrendileg jó minőségű szállodában 400 ezer forint per fő körül elérhető. Családok esetében a két felnőtt, két gyerkőc nagyjából az 1 millió-1 millió 500 000 forint közötti kategória, ami a legnépszerűbb. Ezért már egy jó árértékarányú nyaralást lehet foglalni. Idén a 7 éjszakás foglalások mellett a 10, 11 vagy a 14 éjszakás utak is népszerűek a repülővel elérhető helyek esetében. Autós utakra is sokan foglalnak, de a hajóutak és a körutazások is sztár desztinációnak számítanak. Utas létszámban és a jelentős növekedés várható, tehát körülbelül 15%-os az eddigi utas létszám növekedés az előző elős szezonhoz képest is, és belépett egy csomó olyan utazásforma, ami eddig nem volt ennyire népszerű, de évről évre exponenciálisan nő az utasok száma, például a csoportos és az egyéni hajóutak esetében, illetve a körutak. Gyakorlatilag vannak olyan körútjaink, hogy mondjuk egész szezonra 30 perc alatt elfogy a teljes kapacitás, tehát ezek töretlen népszerűségnek örvendenek. Micsinai János azt mondja, a különböző oldalak nem konkurenciájuk, hiszen a biztosításoknak köszönhetően náluk 100%-os biztonságban érezhetik magukat az utasok.